Én így adagolom az Exolt nevű szert a tyúkjaimnak. Most telt le az egy hét, és meg kell ismételni a kezelést, úgyhogy megmutatom nektek, hogy hogyan csinálom. Elővettem a folyadékot, azután pedig egy inekciós fecskendőt. Egy kis tárolóba öntöttem a folyadékból, majd a kívánt mennyiséget felszívtam a fecskendőbe. Ezután elkészítettem a törzsoldatot, ami annyit jelent, hogy a mennyiséget belefecskendeztem egy kis vízbe, ezt elkevertem, majd még további vizet öntöttem hozzá. Ezután a kedvenc zöldségeiket a pipiknek apróra vágtam egy tálkába, majd az oldatot hozzáöntöttem, ezután jöhetett a búza, kukorica és napraforgó dara keveréke. Ezt az egészet alaposan elkevertem, hogy szívja fel a folyadékot, és már mehet is ki a pipiknek. Így szerintem sokkal kevesebb megy kárba, mert megeszik ezt a finomságot, és hogyha az ivóvízbe keverném, ennek a két kis állatnak hát ez nagyon kevés kellene, és szerintem a felét ki kell kellene öntenem, így sokkal gazdaságosabb. Ezt az etetési módszert a kisebb darab számos állománynál végezzük el, hogyha nagyobb állományjal rendelkezünk, mindenképpen az itatást helyezzük előtérbe. Amint látjátok, jó étvágyjal eszik, és aki esetleg nem tudta, hogy ez a szer mire jó, hát a tyúk atka írtására, illetve megelőzésre. És itt megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem a sok segítséget Szabó Istvánnak és Varjú Sándornak, és ha baromfi tartással foglalkoztok, akkor két Facebookos csoportot is a figyelmetekbe ajánlanék. Itt rengeteg információt találtok, illetve betegségekre gyógymódokat, valamint különböző táplálkozási szaktanácsokat is kaphattok. Ha hasznosnak találtad a videót, nyomj egy lájkot, ha pedig hozzáfűzni valód van, írj kommentet.